Hetedszer próbálja leváltani Robert Kalinyák belügyminisztert az ellenzék, Hangács István politikai elemző a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Az egy dolog, hogy a mindenkori ellenzék folyamatosan próbálkozik, és évek óta próbálkozik a problémás miniszterek leváltásával, ugyanakkor nem válik-e komolytalanná így az ellenzék, hiszen soha nem sikerül a leváltás? Nos, úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben természetesen nagyon, nagyon sok szempont érvényesül. Az ellenzéknek azért mondom, a mindenkori szerepe az az, most akár a mostani ellenzékről beszélünk, akár a múltbeli vagy a jövőbeliről, hogy ha olyan helyzetbe kerül egy miniszter, vagy maga a kormány, akkor bizony rámutasson arra, és felkínáljon egy alternatívát vele szemben. Ez történt Robert Kalinyák esetében, és hát nem véletlenül, hogy már a hetedik alkalommal próbálják visszahívni, 2016-ban már kétszer történt meg, és bizony ezeknek vannak okai, amiért úgy próbálják meg visszahívni, ahogy egy több mint hat oldalas dokumentumot nyújtottak be a SASZ, az Olano és a Smerodina pártok képviselői, mert összegyűjt a megfelelő számú aláírás, és ebben azon indokolták a visszahívást, hogy hát a Kalinyákhoz kötető különböző korrupciós esetek, a közbizalmával való visszaélés, alkalmatlan miniszterség, és hát a kormányban vezetett bizalom folyamatos megrendítése áll emögött, de az évrendszernek a legerősebb és egyértelműen legkomolyabb része az természetesen az úgynevezett Basternák ügyben betöltött szerepe, vagy ahhoz való viszonya Kalinyáknak. Én erre azt tudnám mondani, így még egy gondolattal erre utalva, hogy szerintem azt már nem fogja hagyni, és nyilvánvalóan oda fog nagyon figyelni, hogy senki sem legyen a pártból, aki Kalinyák leváltása mellett szavazna. Kalinyák ennyire erős a párton belül, vagy pedig ez már egyfajta dacaszmer részéről? Azt hiszem a múlt héten, amikor volt alkalmam nyilatkozni a Smeren belüli folyamatokról, akkor említettem meg, hogy többen is úgy vélik, hogy három különböző érdekcsoport van a Smeren belül. Az egyik a Magyarics-féle ilyen politikai érdekcsoport, ami úgymond vereséget szenvedett, úgyhogy Magyarics lemondotta az alelnöki tisztségéről a párton belül, és nyilvánosan kiállt a médiában is. Kicsit megmutatta, hogy mi zajlik a Smeren belül. A másik az a Pellegrini féle ilyen marketing, tehát a média felé mutató arcát prezentálja a Smernek. És a harmadik a Kalinyák féle, ilyen mondanám, hogy gazdasági lobby, ilyen közhelyesen. És hát Kalinyák egy nagyon fontos figurája a Smernek. Mondhatni, hogy Fico után talán a második legerősebb személyiség. És emiatt Ez gyakorlatilag egy hatalmas vezéráldozat lenne a Smernek, ha hogyha elveszteni, ezért szerintem annak ellenére is, hogy most a párton belül azért hektikus a helyzet, legalábbis úgy tűnik, hogy hektikus a média, médiában megjelent hírek alapján, természetesen egy belügyminiszteri posztot nem ad csak úgy ki a markából a Smer, és ugyanakkor a párttársak, tehát a koalíciós társak is nagyon-nagyon szorosan fogja ezzel, hiszen az azért számukra is egy eléggé erős jelzés lenne, hogyha azt már kiengedni a kezéből Kalinyákot, és kiengedni ezt a belügyminiszteri posztot, hiszen már volt egy koalíciós válság, nem is olyan rég, és nem hiányzik még egy hasonló eset. A napokban Ján Richter neve is szóba került, a család és szociális ügyi miniszter menesztéséről már a Smeren belül is szó esett. Mennyire lehet ennek hinni? Mekkora esélye van ennek? Ugye Richter neve olyan reláció merült fel, hogy Richard Dasi váltana, aki alig pár szavazattal kapott ki a kassai megye elnöki posztért folytatott harcban megyei választások során, és Richter szintén a párt egyik erős emberének számít, tehát ő ugye most két funkciót tölt be, ugye a párton belül is ő hát inkább pártitkár, vagy ilyen mondhatni, a Pica után szintén egy komoly pozíciót tölt be a párton belül, és lehetséges, hogy az a taktika, hogy most beemelik Rasit, aki már amúgy rendelkezik miniszteri tapasztalattal, igaz egy más tárcában, az egészségügyi tárcából korábban, és Richter pedig igazából a párton belül viszonyokat rendezni, amire
teljesen logikus döntés. Itt ugye azt már megint csak megpróbálja azt elkerülni, hogy az történjen vele, mint például más párt esetében a múltban, hogy tényleg az ellenzék győzelemnek állíthassa be valakinek a visszaléptetését, vagy visszahívását. Ugye azért ilyesmire nem túl sokszor került sor az elmúlt 25, majd lassan 30 évben. Tehát, hogy miniszterek visszahívása azért nem olyan gyakran történt meg az ellenzék által, inkább a kormány oldal gondolta, hogy akkor most helyett a miniszter helyett egy másik személyiséget kéne behelyezni a pozícióba. Néhány nappal ezelőtt az ellenzék bejelentette, hogy megalakult az árnyék kormány. Mi ennek a feladata? Mit tud elérni egy árnyék kormány? Ugye sokan, akár hallgatóink közül is nem tudják, hogy igazából mi a feladata egy árnyék kormánynak. Igen, ez is egy nagyon érdekes momentum a hazai politikai, pártpolitikai életnek. Ugye az árnyék kormány nem egy hazai standard dolog, az nyugatabbra tőlünk eléggé rendszeresen szokták alkalmazni, főleg az ellenzéki körökben, hiszen így tudják, úgymond az ellenzéki pártok általánosan bemutatni, hogy alternatívát képviselnek a kormánnyal szemben, még ha például fragmentáltak is, tehát nem annyira egységesek, mint a kormány oldal, tehát egy több kisebb pártból állnak, és így tudják magukat pozícionálni, és tehát különböző szakterületekre tudnak szakosodni egyes személyiség, egyes parlamenti képviselők, akik korábban vagy kevésbé kapcsolódtak azokhoz a területekhez, vagy meglehetősen kevésbé ismertek a hazai közéletben. És hát idehaza igazából utoljára 2011-ben azt már hozott létre árnyék kormányt, és az árnyék kormány igazából győzelemre is került, hiszen a Rajnyi Csovál kormány megbukott egy idő után, és azelőtt pedig 2001-ben szintén azt már hozott létre egy árnyék kormány. Tehát azt már számára ennek van egy valamilyen sikertörténete. Az ellenzék részéről nem nagyon volt erre még példa az elmúlt majd egy évtizedben, és igazából ennek a mostani olanos, egyszerű emberes történetnek is van egy előzménye, méghozzá 2016-ban próbálkozott az Olano és a SZASZ, illetve akkor még azt Menoginát is hozzávették, ilyen árnyék kormány kialakítására, különböző tártákat leosztani 3-3-2-es arányban, de ez nem jött össze, ugyanis a Smerodina is, és a SZASZ is visszakozott. Ők úgy gondolták, hogy a saját pecsényéjüket jobb sütögetni, mint sem közösködni például Matovicsékkal, és hát Matovicsék kapva kaptak az alkalmból, itt bemutattak egy saját kormányt, amiben két új tárca is lenne, méghozzá a Peter Pollák nevével fémjelzett ilyen roma ügyi tárca, vagy roma biztosnak a tárcáját, ez egy miniszteri szintre emelt pozíció, illetve lenne egy olyan minisztérium is, ami a korrupciós és az Európai Uniós forrásokkal való visszaéléseket vizsgálná kifejezetten. Tehát vannak benne valamilyen újítási szándékok, de én úgy gondolom, hogy az Olano esetében mindenképp egy ilyen, tehát a médiában, illetve a választók esetében egy jobb láttatásra való hajlandóságot mutat meg ez, hiszen a pártnak igazából négy olyan képviselője van most, aki az előző választás és parlamenti ciklusban is a pártot képviselte. Tehát van jó párt, tehát majd 10 olyan képviselő, akik korábban nem voltak ilyen pozícióban, úgyhogy ez a pártfejlődés számára egy nagyon fontos mérföldkő lehet, főleg, hogyha emellé megfelelő aktivitás is társul. A héten hetedszer próbálja leváltani Robert Kalinyák belügyminisztert az ellenzék, Hangácsi István politikai jellemzőt hallották. Köszönöm szépen!